Sziasztok! Elfoglaltuk a szállásunkat. Hát nekem nagyon-nagyon tetszik. Jó, nem egy luxus dolog, de nagyon szép egyébként a kilátás is, ezt mindjárt megmutatom. És egyszerűen nagyon tökéletes, és itt minden 23 fok van, viszont nem tudom, annyira párás egy levegő, hogy sokkal melegebbnek érezni az egészet. Úgyhogy most elmegyek a Bali-ba, veszek vizet, mert vizet azt nem lehet csapból inni, meg nézek a kosárlapra valami kicsit. Bár azt látom, hogy megyek a kosárlapra. Na mindegy, szétnézek, megnézem a tengerpartot, egyébként most itt 8:30 és még tök világos van. Csak, hát nem tudom, furcsa érzés itt lenni, de gyönyörű, és nagyon szép, és nagyon tetszik. Úgyhogy, irány! Elkészültem a hajammal, és a sminkemmel. Hát, nem tudom, még nincs annyira, szerintem nem lehet, hogy megszámoltam volna. Ja. A hajammal simán egyenes lesz. És hát igazából ennyi. Nem tudom, mennyire látszik ott. Medence. Fú, már nagyon izgulok egyébként, nagyon várom a versenyt, de hát ott is állom, hogy most már túl megyünk rá, mert szeretnék így jól felettem járkálni a városba, kipróbálni finom kajákat most már. Na hát, itt ülök épp a teraszunkon, és várunk, hogy elinduljunk. Szerintem egy olyan 2 óra múlva indulunk. Most kicsit fáradt gyomrom, mert adtam a rizst, meg rizst, meg fehér rizst, meg jót. Ezt muszáj voltam adni egyet, mert nem hittem ki mindent. Ja, meg ilyen fánkos, vaníliás fánkos cukor is adtam egy kicsit. Csak az ízekedőért. Úgyhogy most kicsit hidegebb. Aztán majd megcsináljuk az utolsó simításokat, de szerintem nagyjából készülök. Aztán elindulunk, és paraket a nap. Én nagyon várom, nagyon jó itt lenni, de fú, de jó lesz már jókat enni. Úristen, de várom, hogy elsik el a főle. Pizza. Akarok egy pizzáért. Kezem. Megmutatom a talpamat, mert az nagyon durva, hogy én remélem, hogy ezt nem fogja látni. Majd igyekszem titkolni, hogy igazából fekete a talpam. De hát ez a kilátás is. És köszönöm, annyira jó csak itt ülni is. Gyönyörű minden. Jaj. Nem tudom, hogy mennyi látszik. De jó idő van. 10? 10-kor indulás. Sziasztok! Megérkeztünk a versenyhelyszínére. Hát ennyire durva meleget én még nem éreztem. Nagyon durva meleg van. Töltés. Kitti. Ez egy videó. Sziasztok! Hú, hát ez nagyon durva, nagyon kemény, nagyon durva meleg van. Na hát, akkor egy jelentés, negyedik lettem. Hát, nem mondom, hogy nem vagyok csalódott, mert azért az vagyok. De első versenyt azon kimutatom erre egy gyönyörű szájra, úgyhogy igazából nem lehetek csalódott, mert csak azért, mert itt vagyok. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien szívtak nekem, és ennyien részt adok, nagyon-nagyon jól esett. És külön köszönöm
tud esetleg meg a barátomnak, aki mindig beadott minden helyzetben, a Witfitnek, aki nálunk edzettem, amikor segítették a felkészülésemet, Imenetnek. Alapból sokkal éreztetek, sokkal mozgásért, amiket még azért volt a kérdés ismeretben. Kivel már kezdve, nagyon szóval, és tényleg mindenkinek, aki írt, és üzenet, úgyhogy nagyon-nagyon